origami házszetőköt, origami madarak. Én hanyatt az origami tető ablakom alatt. Kinyitom és becsukom és becsukom és kinyitom. Origami szerelem, egy origami papírom. Origami retteg és egy hajtás élen táncolok. Origami melkasomon, origami lábnyomok. Origami fedezékben, origami katonák. Hajtogat egy kisfiú és origami a világ. Én nehéz vagyok, olyan nehéz belül, de körülöttem minden könnyű, minden repül. Én nehéz vagyok, olyan nehéz belül, de körülöttem minden könnyű, minden repül. Hajtsatok belőlem is valami jót, vagy valamit, aminek szárnya van, vagy nincsen lelke, vagy olyan lelket. Hajtsatok nekem, ami súlytalan, mert én meguntam a gravitációt, hogy hiába verdesek, tépjetek ki és gyűrjetek össze, és írjatok rám verseket. Nagy tisztelettel köszöntöm a Porta nézőit, egy kis kultúrával fogunk foglalkozni. A stúdióba köszöntöm Hidvégi Zsombort és Kertész Mátyást. Ők nem mások, mint a Gödöllői, mondhatom így, Küszöb zenekar tagjai. Sziasztok! Mi is köszöntünk. Jó napot! Sziasztok! No, hát a Küszöb zenekarról beszélünk, ugye Gödöllőről, és egy 9-tagú formációról, és picivel több, mint egy éve alakultatok, azt hiszem 2020 februárjában. Igen. És én olvastam egy bemutatkozóban azt, hogy a küszöb mit jelent, hogy a magyar népmesék virágos, madárkás mintája egy asztronauta szkafanderjén. Ezt fordítsuk már le a mai nyelvre. Ezt megkapod. Köszönöm szépen. Igazából nagyon sokfajta zenét hallgat szerintem az ifjúság nagy része, és így mi is, mindenki a zenekarból is, de ebben így igazából az összes zenei stílusban a legmeghatározóbb talán mindannyiunk számára a népi zene, a népzene. És ez jellemzi ezt a madárkás motívumot. Az asztronauta pedig az űrt és a végtelenséget, és hogy előttünk a világ, előttünk az élet. És igazából mindenki előtt ott van a világ és az élet. És vigye magával ezt a kis magyarságot a szívében, de közben szálljon jó magasra, és hallgassa a zenét, és legyen boldog. Hú, ez nagyon szép képi világ, én most elképzeltem, megmondom őszintén, hogy beszéltél róla, hogy miről van szó, de mitől küszöb? Mi vagyunk a küszöb a zenei stílusok házában, mert tényleg sokfajta számunk van már most is, és még több stílust felölelő számokat terveztünk az albumokba beletenni. Lehetett volna más a neve ennek a zenekarnak, hogy volt más ötlet, amiből a küszöb lett a megoldás? Volt ötlet, igazából ez egy többszörre újra alakult formáció, szóval volt már előtte néhány próbálkozás. Azokban én nem voltam benne, viszont Supi igen. Azt hiszem volt ugye az aljasabb sűn, mint egy kezdetleges formáció. Ez egy ilyen premis barátokból alakult kis együttes, összejöttek, zenélgettek, és akkor szépen lassan, akkor is írtatok, azt hiszem, a pályázatokra vers... Nem. Az nagyon rossz volt ez a formáció, hát jaj. De mitől volt rossz? Hát igazából nem volt úgy kohézió, meg nem volt úgy terv, csak összejöttünk, és akkor zenélgettünk immelámban, akkor még én voltam a dobos, most meg gitározom, ez mutathatja, hogy igen, rájöttem, hogy miben tudnék esetleg alkotni. Akkor fussunk végig azért, hogy milyen zenei előképzettségetek van, nem csak nektek kettőtöknek, hanem a többi hétnek is, mert ugye egy 9-tagú zenekarról már említettem van szó, fel is sorolhatjuk esetleg, hogy ki milyen hangszeren játszik, és hogy hol végzett, hol tanult zenélni. Mert ez azért gondolom fontos, tehát ezért ez nem vicc, amit csináltok, ez azért komoly zenei munka. Igen. Akkor személy szerint kezdem, én itt a zeneiskolában tanultam Gödöllőn csellózni, még most is csellózom. Emellett igazából jártam egy kicsit dobolni dobtanárhoz, és most igazából gitározom a zenekarban, de azt meg teljesen önmagamtól tanultam autodidakta módon. Zenei előképzésem talán így ennyi. Én igazából talán a szívemet viszem bele a muzsikába, meg a színpadon, a kiállásban van talán szerepem. És gondolom énekelsz azért. Énekelek, igen. És népi énekeltem, igen, Beredek Krisztina tanárnőnél. Mutálás előtt intenzívebben, meg versenyeken is voltunk, azóta már csak hobbi szinten. Nálad mi? Én is csellóztam, csellózok. Ugyanitt Gödöllőn kezdtem. Itt 12 évet
cselúztam, aztán most már Debrecenben tanulok, ott egy konzinak az érettségi utáni képzését végzem. Milyen szakon? Cselún ugyanúgy. Én a basszusgitár az nekem megtetszett, néhány évet foglalkoztam itt a zenésügyben jazz szolfézsal, ott kerültem kapcsolatba a hangszerrel, és hát nagyon megtetszett az egésznek a jellege, úgyhogy én is így elkezdtem basszusozni. Néhány tippet kaptam az itteni tanártól, de hogy az is autodidakta módon tanultam én is, és hát így színesítem a dolgot, illetve nem tudom, próbálom a zeneelmélet részét, illetve a hangszerelés, harmonizálás részéből kivenni a részemet, mivel hogy nem olyan sok ember tanult zeneelméletet, szolfést magasabb szinten. A másik ilyen ember a Boti, Takács Botond. Igen, róla mit kell tudni? Ő konzit végzett, konzervatóriumban tanult trombitálni, illetve ugye kötelező zongora képzés is van, és hát ő azt nagyon magas szinten űzte, úgyhogy ő a billentyűsünk, és hát ugye ő az, aki szerintem a legjobban, leginkább jártasa a zeneelméletben, a különböző harmonizálásokban, úgyhogy ő a fő... A Mozartunk. Fő Mozartunk, igen. Na nézzük tovább, akkor neked a testvéred is, igen. A bátyád is benne van a zenekarban. Őről amit kell tudni? Zenei vonalon, igen. Ő is itt a zeneiskolában jó bemesélnél tanult kobzolni. Korábban citerázott, de azt már nagyon nem kamatoztatja. Hát a kobzot nagyon szeretés, és ugye együtt népénekelt velünk, a Gödöllei Legények volt a formációnk, még két másik taggal kiegészülve. És szóval ő is énekel és kobzol, a szolfést azt hát tanultuk, de hát annyira nem szerettük. Ő azt is inkább csak koca szinten műveli, mint jó magam, de hát nagyon szeret énekelni és kobzolni, és szívét lelkét beleadja. Akkor tovább, ki a következő a csapatból? Talán az egyetlen lánytagunk, Kristóf Kata, ő ugye hegedül, ő is itt Gödöllőn tanult. Ő elég sokat, szerintem 10 plusz évet ő is. Még mindig. Ja, igen. Akkor még mindig hegedül, itt Gödöllőn. Ő, illetve magánórákat vesz, népi hegedű órákat vesz bent Pesten. A Gubinak a Gubrácsasától. Úgyhogy ő is így képzi tovább magát. Nekem volt lehetőségem sokszor kamarázni vele klasszikus stílusban, és szerintem nagyon jól műveli a hangszerét, úgyhogy ő is hát abszolút lelkes, illetve énekelni is szokott, ami szerintem kifejezetten jót tesz a férfiakkal erősen megáldott társaságban. Tehát egy külön színfoltja gyakorlatilag. Igen, mindenképpen. És ha már nála tartunk, aztán majd folytassuk a bemutatását a zenekari tagoknak. Ti gondoltátok, hogy szükség van egy női hangra? Vagy ő jelentkezett, hogy srác, aki beállnék közétek, mert úgy érzem, hogy nektek szükségetek van egy női hangra. Abszolút. A kezdeti formációban, ugye az Ajas Zsebsünkben, mielőtt volt egy ilyen súlyos szakítás miatti felbomlás, azelőtt Kata is részese volt az alapító tagoknak, vagy a tagja volt, és igazából alapvető volt, hogy részese lesz ennek a formációnak is, nélküle, hát nem tudom, de nagyon... Nem így állnánk már, hát nagyon jót tesz egy vidám üde színfolt egy leánya formációban, aki kordában tartja ezt a... Meg legalább a fiúk is jártak koncertre, nem? Hát majd igen. Lehet. Van kiért járni, hát a lányok miattatok. Na menjünk tovább, mert közben fut az időnk is. Dobok mögött ki? Szőke Csaba, ő is itt tanult Gödöllőn jazz dobot, hogyha jól tudom. És Mindenféle dobot, és akkor Matyi mutass be Berkó Domival együtt, és a swinging várt. Hú, igen. Szóval itt van egy másik formáció, ugye Csabi ő dobol még mindig, itt Gödöllőn. Ő is egy nagyon jó szakembernek tartom.
Illetve van még egy tagunk, Berkó Domonkos, ő egészen új. Ő klarinétozik, illetve szaxofonozik. És mi hárman már zenélünk együtt egy ideje, egy másik formációban, a Swinging Quartetben. Ez a 30-es évek klasszikus jazz zenéjét hivatott bemutatni. Van egy billentyűsünk is, Csernák Áron. És akkor így négyen zenélünk már. Most vagyok bajban, szerintem 4-5 éve. Biztosan volt elég sok szereplésünk. Versenyt is nyertünk, mikor alakult a formációnk. Ilyen országos jazzzenei versenyt. Úgyhogy így négyen. Domi egyébként, ő is konzervatóriumban tanul Pesten, a gimi mellett, klarinéton, és hát ő a harmadik tagja így a zeneelmélet tudóknak. Ő az, aki ezt magasabb szinten tanulja. Hát, hú, wow, Domiról nem tudom, ő egy ilyen... polihisztor. Ilyen zenei polihisztor, ő mindent tud. Nem csak zenei, persze. Ő mindent tud, és hát azért rá tudunk számítani. Maradtak még ketten, azt hiszem, a Kőműves Márton gitár és vokál, nem tudom, igen, mit kell még róla tudni. Kőműves Marci itt a zenesuliban tanult ugyanúgy klasszikus gitáron, és ő is tagja volt az alapító formációnak, és hát alapvető volt, hogy kell még egy gitáros, és hogy Marci jó ember. És van egy szövegírótok. Igen, Ferenc Ákos. Ő nem is zenél semmit? Vagy nem elkezdett is most hobbi szinten gitározni, így látta, hogy ez milyen jó, de úgy a zenei részből nem annyira veszi ki a részét, bár dallamokat ő is írogatott már, és nagyon jók, de a szövegei pedig annál is még jobbak, és igazából közösségi életben teljesen ott van velünk, és abszolút tagnak tekintjük teljes mértékben. Na, felsoroltuk most a tagokat, meg felsoroltuk picit a hangszereket is. Hát itt azért elég szép arzenálban, hangszerarzenálban. És akkor ehhez a zenei stílus akkor tulajdonképpen mindig más, vagy próbáltok kialakítani egy saját zenei stílust, ötvözni a különböző stílusokat, meg ennyi hangszert megszólaltatni, ugye nem minden számban lehet. Igen, a zenei stílus az nagyon, hát azt nagyon jól tükrözik a hangszerek. Ugye alapvetően tényleg ezt a zenei, népzenei vonalat próbáljuk képviselni. Vannak természetesen kiugrások a pop, illetve a rock, a metal felé. Én ezeket nagyon kedvelem, a csapat többi tagja is. Bocsáss meg, egy számon belül ugrotok ki, vagy vannak olyan számok, amik eltérnek a többitől? Igazából vannak olyan számok, ahol eltérünk. Egy számon belül azért egységes a stílus, én úgy gondolom. Úgyhogy igen, alapvetően a népzene köré próbáljuk meg ezeket felfűzni. A hangszerelés, ilyen sok hangszerrel az egy igazi kihívás, azt mi is tanuljuk. Minden számot nagyon sokszor átbeszélünk, előveszünk, hogy mi kell bele, hol kell bele, ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés. Ez egy nagyon nehéz, szerintem ez a legnehezebb része annak a dolognak, amit mi csinálunk. És hát próbálunk ebben minél jobbak lenni, de hát ez tényleg csak a rutin fogja megmutatni, hogy tudunk ezzel. Ugye döntően saját szerzeményeteket játszátok el, koncerteztetek már a világjárvány, vagy a koronavírus járvány előtt, ez itt gondolom megszakadt ez a folyamat, most nincsenek ilyen fellépési lehetőségek. És ugye öt dal már elérhető az interneten is. Tudunk mindegyikhez kötni egy-egy történetet, hogy miért az a címe, vagy felsorolnátok? Abszolút, hogy alakult ki? Röviden, nem kell ez nagyon belemenni. Origami, negyedik Béla, Bedobnám, Hozomány és Búcsú Várattól. Az első volt, amit kitettünk, az a Bedobnám, amit Kristóf Kata és Ferenc Ákos írtak közösen, és azt a Konzinak a stúdiójában vettünk föl Budapesten, mert kellett egy jó felvétel valami pályázathoz. Igen, aztán van még három szám, az Origami Hozomány és... Nem, Origami Hozomány,
Igen, amik pedig egyik veszprémi tehetségkutatóról kerültek föl, ez egy élő koncertes felvétel, és meglepően jól sikerültek amúgy, az a vicces. Igazából az origamit meg a hozományt talán mindkettőt Ákossal közösen írtuk. Igen, Ferenc Ákossal. Továbbá a negyedik Béla, az pedig nagyon vicces, mert ugye cserkészek vagyunk döntő többségben, és most lett volna nagy kerületi nagy tábor, és annak van egy ilyen keretmese, és az negyedik Bélás lett volna, és akkor arra írtuk ezt a nótát, hogy ez legyen az ilyen himnusz. És hát sajnos a tábor elmaradt, de a nóta megmaradt, szóval ez is így repertoárra került. Ezt pedig felvettük egy profi stúdióban, egy szíves felajánlás érkezett egy titkos támogatótól, és akkor felvehettük ezt. Továbbá a Búcsú Várattól a legfiatalabb alkotás. Ez nagyon vicces, mert körülbelül 2 hét leforgás alatt született meg, és került fel YouTube-ra, mert egy pályázatot láttunk a János Pannonius Egyesülettől, és arra írtuk, és szerintem nagyon frappánsan, hát megírtuk, így unokatesónkkal, Botival, meg Lackóval közösen. Aztán következő héten így a nagy érdemű elé tártuk, és akkor próbálgattuk, és akkor következő héten pedig Berkó Domi hozta így a cuccait, és rögtönöztünk egy házi stúdiót, és fölvettük, és hatalmas élmény volt egész nap stúdiózni, és nem tudom, pakolgatni mindent ide-oda, és végül megszületett a nagymű, és nagyon büszkék vagyunk rá mindannyian, és Dominak hatalmas taps még innen is, mert fú, hatalmas, amit alkotott, és nagyon jó volt ez így. Fiókban van még ötlet? Abszolút, nagyon-nagyon sok. Már az első albumunk teljesen készen van, 12 számot számlálhatunk rajta abszolút. És akkor ez mikor jöhet ki, vagy mikor ismerheti meg a nagy értelmű? Ez a nagyon nagy kérdés. Már ugye az online térben meg lehet ismerni, ki lehet jönni egy albummal. Hát igen, hát a koncert az egy hozzá. Nyilván, a koncert az egy másik történet, ugye, hogy mikor lehet majd koncertre menni, mikor hívnak titeket. Egyébként van ilyen, vagy van kilátásba esetleg, mit tudom, második fél évre? Koncert? Természetesen van. Most nyáron már van egy fix fellépésünk, illetve nagyon sok jelentkezésünk van függőben, de hogy igyekszünk minél több helyen megjelenni, mert hogy ez nekünk is jó, hiszen tényleg ezért csináljuk, hogy színpadon lehessünk, meg azért reméljük, hogy a közönség is élvezze valamennyire. Úgyhogy vannak terben fesztiválok, koncertek, különféle koncerthelyszínek. Gödöllő is? Szóba kerülhet, hogy itt léptek föl? Szóba került, csak éppen nagyon lehetőségünk nincsen rá, mert megkerestük a Trafó klubot is, ők pedig mondták, hogy hát maximum saját költséggel tudnánk ezt végrehajtani. Hát nem tudom, más lehetőségről még nagyon nem értesültünk. Buzás Bálint amúgy egy nagyon jó fej srác segít nekünk, és ő írt nagyon sok fesztiválnak, meg vannak kapcsolatai. És tényleg mondták, hogy mehetnénk sok helyre, hogyha nem lenne már vírus, vagy hogyha lennének fesztiválok, de Gödöllő még úgy nem mutatta tár. És az sem került szóba, esetleg ha majd lehet, mert ugye szeptember, azt hiszem második hétvégén szokott lenni a belvárosi napok. De igen, az szóba került. Hogy esetleg ott, mint kezdő, vagy fiatal zenekar, valamelyik nap kaptok egy színpadot, de, és bemutathatjátok. Ez szóba van? Jó lenne, csak igazából jó, hát nem tudjuk. Kerestünk embereket, és ők mondták, hogy hát mi nem tudnak ők se semmit, de persze, abszolút szóba jött, és hát itt lenne a legjobb koncertezni. Itt mindennek a szívében. Mennyi időt adtok ennek a zenekarnak? Tehát most pozitív értelemben gondolom, hova akartok eljutni? Mert hogy ugye az élet, meg a civil munka mindenkinél más-más. Te azt mondtad, hogy ugye orvosi egyetemre jelentkeztél, te pedig zenéből szeretnél élni. Gondolom a többieknek is van civil foglalkozásuk, nem mindenki zene. Abszolút, de... Hogy lehet ezt összehangolni, vagy hogy gondoljátok összehangolni? Igazából arra van időnk, amire szeretnénk, így mindenki úgy gondolja, hogy ezt nagyon sokáig fogja csinálni, család, akár gyerekek mellett is, mert igazából itt nem csak a zenéről van szó, hanem egy olyan jó közösség épült itt ki, hogy az nagyon összetartó és nagyon életre szóló. Szóval még hogyha majd, nem tudom, 80 évesen nem is fogunk zenélni, de akkor is össze fogunk járni, ebben biztos vagyok. Tehát most úgy gondoljátok, hogy van benne még jó pár abszolút év, vagy pár évtized gyakorlatilag ebből a közös munkába. Hát ez én sok sikert kívánok, és köszönöm. Legyen köszönöm minél hosszabb ez a pályafutás. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, legyen Gödöllőn koncertetek, az nagyon fontos, ezzel azért feküdjetek rá, mert szerintem itt azért pezsgő kulturális élet van, tehát bőven elfér egy küszöbb koncert.
és akkor dolgozzatok. Reménykedjünk abban, hogy ez az egész járványhelyzet meg feloldódik is. Úgy legyen. Közönségetek látni fog. Hát, test közelben is. Köszönöm szépen, Mátyás, köszönöm szépen, Zsombor, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Kicson katona kezele, mert a sírba visz majd ügyet bele. Illató szállányom az Istennek, inkább legyél néki semmitemnek. Inkább legyél az Isteni, inkább, hogy ezt a csavargót még meg. Nem adnak én senkinek semmék, ha a király is kérne, amíg meg nem mutatják, hogy miért a szemed nézésére, amíg le nem morzsolják. Összes csillagát neked addig bizony nem köti be senki fia a fejedbe. Szangó viszik a mennyasszonyágyát, viszik rajta a két nyoszójáját, majd megrepes szíve fájdalmába, még azt hallja őt a kedves párja. Majd megrepes szíven fájdalmakban, én nekem csak ez az egy lányom van. Szifra szűröm szegre van akaszva, gyere babám terítsd a nyakamba. Így is úgy is ott annak a helye, még az ijjebét akarlak véle. Így is úgy is ott annak a helye, még az ijjebét akarlak véle. Lányom, te vagy nekem a világom, nincsen senki, nincsen másom, te vagy.